Hát 36-ban nyertem az első versenyt, Budapest-Balaton szépak. Akkor még vaskerekesre mentem, és utána mentem a következő évben már fakerekes versenyző lett. Annak a korikban még nem volt alumínium, csak fakerék volt. 38-ban már teljesen fel az első osztályban voltam. Azok az idősebb korosztályú sportolókkal mi voltunk a legfiatalabb körül. Ihádilag Nótástól. Ez egy 25 kilométeres sportverseny volt a pályán. De én nem nagyon sokat mentem a pályán, csak mivel a kis egyesületben voltam, muszáj volt a pályán is, mert én jobban országúti voltam mentem. A Lótáskacsi szélre az volt. És kérdezi szépen, mentem, azt hiszem 50 kört kellett menni 25 kilométerbe. És akkor én valami defetért kaptam, valami baj kaptam, és a bojtól lemaradtam. Bojtól, mint kerépek. Körülbelül egy félkör-kör hátrányba kerültem én, és akkor valaki biztosan beszólt Lótás Karcsinak, hogy hát az Írházi leszakadt, és akkor ment rá. Lótás Karcsi elindult. Akkor nekem szóltak, hogy hát várjam meg a Lótást, mert jön, ketten majd fel tudunk. És ezáltal nagyon jól sikerült, mert én a kör hátrányomat bevettem, Lótás Karcsi még a kör előnyt szerzett, és erre feladta nekem ezt a jelvét, hogy Írházias Lótás szeretetből. Benne voltunk a Budapest nagyvárad Kolozsvári versenyben, ahol Lótás Karcsi nyert, akkor Gella lett a második, én lettem a harmadik, Vira Tibi azt hiszem a negyedik lett, stb. Így mint ketten voltunk ilyen fiatalok, akik így felkerültünk a versenybe. Hatan elmentünk az étő, Szolnoknál elmentünk hatan, az akkor 290 km volt be Kelbe körülbelül, és szakadó esőben mentünk végig. Ezt a seleget nyertem akkor, a harmadik lettem a versenyen. Utána aztán ugye nem a katonaság volt. 43-ban vagy 44 elején mentünk a frontra, kérlek szépen, utána sajtos 44-ben fogságba is estem. 47 őszín jöttem haza. 47 őszín jöttem haza, és akkor elkezdtem a kérlek másfél is edzeni. Úgyhogy már akkor 48 tavaszán kezdtem a Sólyomba biciklizni. A magyar bajnokság jött. Én nekem sajnos a pekkem volt, hogy hát már a nyakaskacsva együtt volt, már kellesen látszott azt, hogy hát mi ketten közünk dül el a verseny. De én annak a lejtőnél, mikor mentem lefelé, nem tudom mi miatt, leszakadt a kormányom. Én pofával nekem a bármilyenek, a betűnök. És úgy, hogy akkor két hétig a kórházban voltam vele. Akkor aztán azután, mikor felépültem, mentem még, de már akkor, mikor egy versenyző, amikor buktak előtt, behúzza a féket, akkor már nem érdemes menni. Úgyhogy én azt hiszem, 54-ben abban is hagytam a kerékpárversenyt. Amikor az ember már fél, akkor kérdezem, hogy jobb, hogy abba hagyja a versenyzést, mert nem a fékhöz kell nyúlni, mert hajtani kell tudni az ember. Megállni is tudni kell, de viszont mikor fél az ember, akkor már nem. Akkor már nem tudja a célt nem tudja elérni, tehát menjek vagy nem menjek. Akkor már leszakad az ember. Csak akkor nem tud küzdködni az első 10 között, hogy benne legyen. Általában úgy magyar viszonyban nem volt olyan kiváló idejű, hogy tudom én csinál. Ezek a díjak mutassák, hogy mik voltak, az újságírók is tudják, stb. Én csak egy egyszerű szürke verseny voltam, de az első 10-ben mindig bent voltam. Szóval az egyesület számított pontosan a csapat versenyre, hogy biztos ember vagy biztos megbízható. Akkor, mikor kellett idejében a pályán menni, ott is megbízható voltam. Nem azt, hogy hát én a sprint versenyeket egy idejével Pelvásival meg tudtam volna küzdeni, nem. De menni kellett. Főcélünk az volt, hogy a csapatot nyerjük, szóval mindenféleképpen csak. Összetartásra kellett, egymást segíteni kellett, ha valamelyiknek vezetjük, akkor leálltunk ketten-hárman is. És akkor segítettünk, mert külön segítséget nem lehetett igénybe venni. Külön segítséget. Akkor felmentünk, de volt olyan verseny, amikor 41-es átlaggal ment a mezőny elől, mi még le voltunk szakadva hárman, Domján gyerek is ott volt köttünk, még egy hárman voltunk. És azt hiszem, valamelyiknek a bicikli elromlott, cserélni kellett.
megcsináltuk, hogy mentünk utána, és kérdezünk, még utolértük a mezőkilométer, 20 kilométert kellett hajtani, de szigorúan. Mikor mentünk a mezők között, az autók között fölfelé, akkor a németek is még elkezdtek bennünket tapsolni, hogy hát ilyen átlaggal fel tudtunk menni. És úgy, hogy Karaki Zoli csak azt mondott állandóan, hogy csak a csapatot tartjuk össze, nem szállna, az egyen is számít, nem arról volt, hogy nem akarunk nyerni, nyerni akarunk ott, mert volt akkor, hogy nyert is, azt hiszem Bercent, azt hiszem Bartosek Béla valami nyert is, de főleg a csapat volt az idő. Úgyhogy azban mentünk, hogy egymást segíteni kellett. És akkor így aztán végig, 12 napos fertőt végigértünk, és hál' Istennek egészségesen minden. És akkor meg is dicsértek bennünket, hogy az először nyertek magyar versenyzők Németország ellen csapatbajnokságot, most se nyertek. Úgyhogy aztán ez történt az egészünk. Hazajöttünk az értünk tovább, 12 napos fertőt végig bicikliztük.